Dr. Papandrás belgyógyász szakorvos a vendégünk. Nagyon szeretted volna, hogyha erre a beszélgetésre sor kerül. Tisztázzuk, hogy nagyjából miről is fogunk beszélgetni az elkövetkezendőkben. És hát ugye te, mint klinikai szakorvos, hogy látod, mi az, amiről Magyarországon valamiért nincs szó, nem beszélnek az emberek, pedig ez nagyon fontos lenne. A COVID oltások közül az mRNA-s alapú oltások azok, amelyek mindenképpen tisztázandó következményeket okoznak az életünkben sokunknak már, és lehet sokaknak majd ezt követően, és jó, hogyha tudják, hogy mi is ez, miről is van szó. Egy nagyon picit messzebbről kell indulni, kvázi bemutatkozásképpen is. 81-ben végeztem el az orvosit, és azután mentőorvos, majd belgyógyász szakorvos lettem, később pedig kardiológus, és jelen pillanatban is kardiológusként dolgozom. Rendkívül fontosnak tartom, és talán későbbiekben ezt még inkább alá fogom tudni húzni, hogy gyakorló orvos vagyok. Miért is hangsúlyozom ezt? Azért, mert történt valami a világban 2019-20 tájékán, a COVID-fertőzés, amely különös reakciókat váltott ki egészségügyi vonatkozásban, politikai vonatkozásban egyaránt. Kezdetben voltak kételjeim egyáltalán a COVID-fertőzés súlyosságával kapcsolatban, mert egy kicsit a statisztikákba belenézve nem tűnt súlyosabbnak a COVID-fertőzés, mint egy szezonális influenza, jó kemény szezonális influenza, és ennek a halálozása, a két betegség halálozása nagyjából összevethető volt. Ezzel együtt azonban jött egy az egész világot uraló pánik helyzet, és ebbe a pánik helyzetbe nagyon sokan, magamat is beleértve, integrálódtunk. Hosszú időn keresztül magam is részese voltam annak a munkafolyamatnak, amit a pánik generált, és bizony be kell, hogy valljam, hogy éveken keresztül családi vonatkozásban körülbelül 2 éven keresztül a szemem előtt zajló eseményeket sem akartam elfogadni. Már ebben az időben azért feltűnő volt, hogy a COVID halottak egy része valójában nem a COVID-tól, hanem a COVID-dal, de az alapbetegségének következtében halt meg. Megjelentek a COVID elleni oltások. Különösnek tartom azt, hogy a pandémia lezajlása után azt a vészhelyzeti engedélyt, amelyekkel az mRNA-s vakcinákat alkalmazták, nem függesztették föl, vagy inkább nem vonták vissza. Márpedig lehetőség lett volna a pandémia lezajlása után elvégezni azokat a korrekt, mindenre kiterjedő fázisvizsgálatokat, mellékhatásvizsgálatokat, dóziskereséseket, és a többi, és a többi, és a többi. Bár eredetileg 2 dózis alkalmazását írta elő, egyszer csak az égből megjelent a harmadik dózis, sőt egyesek 4., 5., 6. is akarnak fölvenni. Szeretném rögzíteni, hogy egész életemben oltáspárti voltam. Az mRNA-s oltások után egy teljesen új világot teremtett. Olyanféle fajta mellékhatások jelentkeztek, amelyek a szó régi, klasszikus értelmében nem mellékhatások. Ezek szövődmények már. Szövődmények, amelyeknek a kezelése ebben a pillanatban megoldatlan.
Én nagyon emlékszem rá, hogy 1977-ben, amikor még éppen csak kezdő medikus voltam, és olvastam egy cikket, és nagyon érdekes, hogy szegedi cikk volt, ami az mRNA-s oltás lehetőségeit taglalta, de akkor röviden lezárták a kérdést azzal, hogy jelen pillanatban az instabilitás, a tárolási nehézségek miatt egyelőre ezeknek a kérdéseknek a további vizsgálata szükséges. Valójában az mRNA-s oltások a szó klasszikus értelmében nem oltások. Ezek a technikák beavatkozások az emberi genetikába. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan hírvívő RNS-t, ugye itt az M szó, a messenger, a hírvívésre utal, RNS, speciális RNS-t adnak be az emberi szervezetbe, amely eljut a sejtek úgynevezett riboszómáihoz, azokhoz a szintén RNS tartalmazó fehérje gyártó részecskékhez, amelyek ettől a hírvívő RNS-től megkapják az instrukciókat egy új fehérje gyártásra, és ennek a fehérje gyártásnak az eredménye az, hiszen tulajdonképpen ez a fehérje a vírusfehérjékhez nagyon hasonló, vagy szinte azonos fehérje, ez serkenti az emberi szervezetet arra, hogy saját maga elkezdje a védekezést. Tehát tágabb értelembe véve ez az aktív immunizációnak egy formája, aktív, mert a szervezetet saját magát készteti ellenanyag képzésre. Úgy tűnik azonban, hogy itt számos kérdőjel merült fel, és ezt jelen pillanatban gyakorló orvosként nap mint nap élem meg. Túl azon, hogy családi érintettségem is van a messenger RNA-s oltás utáni mellékhatások, számos mellékhatások vonatkozásában, klinikus orvosként, gyakorló orvosként azt látom, tapasztalom, hogy nagy számban jelentkeznek a kardiológián, kardiológiai ambulancián betegek, akik például arról számolnak be, hogy éjszaka hajnalban teljesen váratlanul jelentkezik náluk nagyon heves szívdobogás, ez az úgynevezett inappropriate tahikardia jelensége halmozott például ilyen betegeknél. Honnan tudom, hogy ilyen betegek? Veszem magamnak a fáradtságot, és megkérdezem, föltárom a COVID-oltási, illetve természetesen a COVID-fertőzési anamnézisüket. 2020 végén jött a jó hír, hogy megszületett a megfelelő mRNA-s oltás. Szinte talongtak az emberek, hogy elsők között kaphassák meg ugye az oltást. Ezekkel az oltásokkal ugye a szövődmények, amelyeket később a praxisban te tapasztalsz. Hogy látod ezeknek az oltásoknak? Mi a problémája? Mert hogy működik, azt mindenki a reklámokból látta. De mi a, ami itt a gondot okozhatta, és lehet, hogy okozott is valami gondot? Az egyik probléma az, hogy ezeknek az oltásoknak nem lett végigvéve az a vizsgálati sora, ami egyébként szükséges lenne. Persze itt a vészhelyzet sok mindent felülírt, tehát ez volt az első oka annak, hogy nagyon gyorsan a piacra kerülhettek ezek. A másik dolog az, hogy maga az ötlet, az mRNA-s oltás alkalmazása, az ugye egy genetikai beavatkozás a szervezetbe, ami akár jól is sikerülhetett volna a liposzomális komponensek, fehérje komponensek,
bizonyos esetben például a tartósítás érdekében felhasznált anyagok sorozatban okoztak, utólag vizsgálva mellékhatásokat. Nem véletlen az, hogy például Dánia komoly statisztikai adatokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az első gyártási számú, elsőnek elkészített oltások közül mennyinél jelentkezett mellékhatás? Rengetegnél. És ezt persze a gyártók is észlelték, és az első sorozatok körülbelül márciusra kikerültek, 21 márciusára kikerültek a forgalomból. Igen ám, de addigra különösen az egészségügyi dolgozók számos helyen a világon megkapták, és utólag nézve a dolgokat, ezek azok a betegcsoportok, akiknél a leggyakoribb mellékhatások megjelennek. És mint mondtam, nem csak kardiológiai mellékhatásokról van szó. Mert ha megjelenik nálam a beteg kardiológiai problémájával, akkor veszem magamnak a fáradtságot, és kikérdezem a beteget. Teljes körű, úgy, ahogy azt az egyetemen tanítják. Az orvos egyetemen tanítják. Ezek az anamnézisek, amelyeket gyakorlatilag minden gyógyászati területen illik felvenni. A Covid oltásra vonatkozó kérdéseket tesznek fel ma a betegeknek Magyarországon? Komoly kétségeim vannak e vonatkozásban. Én fölteszem, és a kollégáimtól elvárom, hogy ezt föltegyék, és ez a zárójelentésekben is szerepeljen. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez az uralkodó helyzet. És talán azért nem ez az uralkodó helyzet, mert van egy sajátos szituáció Magyarországon, ennek az egész helyzetnek a szószólói számos esetben olyan a maguk területén szaktekintélyek, akik nem orvosok, vagy évtizedek óta nem végeznek orvosi munkát. Az első főnököm az megtanította belgyógyászatra, hevesen ágált volna az ilyen gyors és ellenőrizetlen bevezetés ellen. A másik nagyon-nagyon szeretett főnököm volt kardiológus főorvosom, Szabóki főorvos a MÁV kórházból. Neki volt egy mondása, amit én most átalakítok. És ez nagyjából úgy hangzik az én számból, hogy én a világ legbékésebb, legnyugodtabb embere vagyok, na de hogy pipetta huszárok, salátabiológusok, mentőtisztek, állatorvosok mondják meg azt, hogy a humán orvoslásban mit és hogyan kell csinálni, ezt nem tudom szó nélkül elnézni. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az mRNA-s vakcinát bigott módon védők összemossák a COVID-fertőzést és a posztvakcinációs szindrómát. Egyszerűen nem létezik számukra posztvakcinációs betegség, mindent kizárólag a COVID-dal hajlandók magyarázni. Gyakorlatilag az embereken egyfajta kísérlet történt, és mindenki, én magam is emlékszem, alá kellett írni, hogy ezt a kockázatokat az ember maga elfogadja, vállalja. De visszatérve magára az mRNA-snek a működésének az ötletére, ez egy gyár gyakorlatilag a sejtjeinkben, és nem egy sejtben, hanem az egész szervezetben, minden sejtjében történik ez a bizonyos fehérjegyártás, a tüskefehérjegyártás, de kiállítja le ezt a fehérjegyártást. Ahogy sejtem, ez egy kontroll nélküli gyártás, és nem okozhat ez önmagában gondot? Nagyon úgy látszik, hogy okoz. Visszakanyarodva azokra a betegekre, akik nálam jelentkeznek, és fölveszem a teljes anamnézisüket és státuszukat, és kiderül náluk, hogy nem csak kardiológiai panaszuk van, hanem immunológiai eltérésük, nagyon gyakran pajzsmirigy
autoimmungyulladásuk, úgynevezett Hashimoto tireoiditiszük van. Reumatoid artritiszük indult. Nagyon-nagyon sok nőgyógyászati probléma jelentkezik. Ha ezeket a betegeket tüzetesebben, laboratóriumi szinten is megvizsgáljuk, kiderül, hogy ezeknek a betegeknek a tüskefehérje szintje, anélkül, hogy COVID-fertőzöttek lettek volna, rendkívül magas. Az úgynevezett spike protein elleni antitest normál értéke, bocsánat, hogy most számokat mondok, 0,8 U per liter, 0,8 egység per liter. Na most találkozom olyan beteggel, akinek nem mérhető magasságban 25 ezer fölött van az értéke, és tele van panasszal. És nem szeretnék abba a hibába esni, hogy ezekből olyan következtetéseket vonjak le, amiknek eredményeképpen engem és a velem egyetértő kollégákat oltásellenesnek, konteósnak minősítenek. Nagyon szeretném leszögezni, mert nem olyan régen egy YouTube videó kapcsán kaptam meg lényegében ezt, hogy az, hogyha valaki az mRNA-s oltásokat kritizálja, az nem jelent oltás ellenességet. Ezt nagyon szeretném aláhúzni. Kérdésekre válaszokat szeretnék én is kapni. De a kérdésfeltevésnél nem orvos végzettségű, beteggel soha nem találkozó, adott esetben íróasztal orvosok válaszoljanak, hanem legyen végre egy tudományos, széleskörű vizsgálat. Meg kell, hogy mondjam, ezek a vizsgálatok jelentős részben külföldön már zajlanak. Mindent, amit mondok és mondtam, azok megtalálhatók a nemzetközi szakirodalomban. A baj az, hogy jelen pillanatban Magyarországon nagyon kevés ezzel foglalkozó cikk van. És mivel elsősorban furcsa módon az ezzel kapcsolatos, a mellékhatásokkal kapcsolatos cikkek jelentős része a bulvárban jelenik meg, természetes, hogy a kérdést is bulvárként kezelik. De tessék megnézni, és ezt most a kollégáknak mondom, tessék megnézni, hogy a Lancetben, a Nature-ben, a Journal of American Cardiology-ban milyen cikkek jelennek meg. Egységes, az egész világot átfogó vizsgálati trend jelen pillanatban nincs. Távol áll tőlem, hogy az oltáskárosodottak vámszedői közé sorolódjak, akik mindenféle fajta humbuk módszerekkel igyekeznek látszólag kezelni ezeket a betegségeket, illetve mellékhatásokat, mellékhatás tömegeket. Egyszerűen mindenre kiterjedő vizsgálatot szeretnék. Úgy, hogy ebbe komolyan végre belevonják a klinikusokat, a betegekkel találkozó orvosokat. Az a tapasztalatom, hogy a mellékhatásokkal jelentkező betegeknek körülbelül 80%-a nő, és a 80% nőnek 80-90%-a hormonálisan aktív fiatal nő. Nem véletlen, ahogy erre utaltam korábban is, hogy nőgyógyászati mellékhatások sora, immunológiai betegségek sora jelentkezik, ezek mind kimutathatók kis utánkövetéssel. Említettél több szövődményt, amit tapasztalsz. Mi a helyzet a daganatos szövődményekkel? Ilyenekről is lehet hallani. Találkozol ilyenekkel is? Lehet hallani, de tovább megyek, olvasni is lehet. A szakirodalomban olvasni is lehet. Vannak olyan onkológiai társaságok, amelyek
azt mondják, hogy halmozottan megjelent és felgyorsult, különösen a fiatal daganatos betegek megjelenése. Persze tudom erre a válasz egy részét, a negligáló válasz egy részét. A COVID-oltások, illetve pontosabban a COVID-pandémia idején nagyon sok beteg nem volt vizsgálva, és kvázi most jutottak csak el vizsgálatra. Engedtessék meg, hogy kételjeimet fejezzem ki ezzel a nagyon-nagyon szimplifikált, leegyszerűsített magyarázattal kapcsolatban. Attól tartok, hogy igen, növekedett a tumoros betegek száma. A páciensek mit tehetnek, hogyha úgy érzik, hogy hát ők még nem tapasztalnak magukon semmit, de tudják, hogy ilyen típusú mRNA-s oltáson estek át. És most, ha megnézik ezt a beszélgetésünket, sokan lehet, hogy megijednek, lehet, hogy sokan már eddig is hallottak dolgokat, amitől félnek. Tudunk nekik mondani valamit? Először is nagyon szeretném, hogyha ez a beszélgetés pánikot nem váltana ki. Mert egy pillanatig nem mondtam azt, hogy minden mRNA-s oltott halálra lenne ítélve. Ezt nagyon fontosnak tartom aláhúzni. De a dolgok nem feketék és fehérek, ahogy azt az egész életben tapasztaljuk. Lehetnek mellékhatások, olyanok is, amelyekkel adott esetben nem foglalkozik sem a beteg, sem az orvos. Nyilván kellenek az orvosok részéről a gondolkodás megváltoztatásán túl egy jelentős összefogás. Azt szeretném csak elmondani, hogy valami nem stimmel, amit figyelni és vizsgálni kell. Hagyjuk most a múltat. Volt, ami volt. Ezen nem fogunk tudni változtatni, de előrefelé mutatóan tenni kell. Ausztriában, Németországban orvosok hoztak létre támogató csoportokat, amelyek orvoskollegák és betegek számára is segítséget igyekszik nyújtani. Én igenis elvárom a magyar orvostársadalomtól, hogy ezt mi is létrehozzuk. Mondok egy példát. 1948-ban orvosi Nobel-díjat adtak a DDT-ért. És 1964-ben Magyarország volt az első, vagy az elsők között lévő ország, amely a DDT-t betiltotta. Nem azt mondom, hogy az mRNA-s oltást, vagy mRNA-s génterápiát, mert azért nevezzük nevén a dolgot, az mRNA-s génterápiát be kell tiltani. Sőt, minden pozitívumát ki kell használni. De ha egyszer negatívumok voltak, akkor azt igenis föl kell tárni. Nem tudok megoldást. Én is csak a tüneteket tudom kezelni, és a tünetek kezelésében is csak kardiológusként tudok szerepelni, mert tüneteket tudunk csak jelen pillanatban kezelni. Alapvető, bázikus megoldást nem tudok mondani. Mi nem oltásellenes, nem konteós, praktizáló orvosok, akik ismerjük a betegeinket, és látunk nap mint nap betegeket, mi álljunk össze, és szervezzük meg ennek a dolognak a részletes vizsgálatát. Van nekünk egy országos gyógyszerészeti intézetünk, most éppen ennek más a neve. Itt lehet jelenteni a mellékhatásokat. Fogadják a mellékhatásokat. Nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon hány kollega jelentett ilyen mellékhatást. Én a magam számát tudom. Betegek is jelenthetnek mellékhatást. Ez az oldal nyitott? Azt tapasztalom sajnos, hogy kollégák azt sem tudják, kollégák, orvoskollégák azt sem tudják, hogy ilyen létezik. És amikor megemlítem nekik, hogy létezik, de miért nem jelentetted le? Ahogy hallgatlak téged, azt gondolom, hogy bárcsak minél többen ezt a beszélgetésünket meghallgatva, főleg az orvos kollégáid. De megtörténtek azok, amik megtörténtek,
ezeket ki kell akkor vizsgálni, akkor legyenek annyira bátrak, hozzák meg azt a döntést, amit te nem tudsz megtenni, de kéred, és én azt remélem, hogy sok orvos kollégád csatlakozik majd ehhez. Gondoljuk csak végig Semmelweis példáját és az ő 10 éves munkásságát, aminek zöme vegzatúrából állt. Tagadtak, mindenki tagadott. Milyen hosszú időnek kellett eltelnie, hogy Semmelweis munkáját elfogadják? Én nem akarok Semmelweis lenni, képtelen is lennék rá, egyszerűen csak idézni szeretnék tőle, a tagadás nem vezet semmire. Csak ellenállást válthat ki, és ezt minden körülmények között meg kell szüntetni. Szomorú és egyben felháborodott vagyok, hogy hosszú időn keresztül megvezettek minket. Az orvosi renomém jelentős mértékben károsodott, rombolódott. Fel kell nyitni a kollégák szemét, hogy jelen esetben nem szokványos mellékhatásokról, hanem nagyon komoly szövődményekről beszélünk. Ezek a szövődmények az emberi szervezet gyakorlatilag minden szerv rendszerét érintik. Ideggyógyászati vonatkozások, vérképzőszervi vonatkozások, autoimmun vonatkozások, nőgyógyászati vonatkozások, kiterjedt izomfájdalom egyaránt előfordul. A mellékhatások valójában szövődmények, az időben bármikor felbukkanhatnak. Nincs egy bizonyos oltási időponthoz kötve. A leggyorsabb mellékhatás jelentkezés általában a 7. napon történt. Az oltás nem maradt meg abban az izomban, ahova beadták. Az információ szétterjedt az egész szervezetbe, minden sejtünk genomját érintette, tehát valójában, ahogy ezt szintén mondtam már, nem egy oltásról, hanem genetikai beavatkozásról van szó, ahogy azt az egyik mRNA-s gyártócég prominens képviselője mondta, meghekkeltük az élet szoftverét.